Kegyelme az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Üdvözlöm a kedves vendégeinket, eljöttünk ismét egy év után, két év után ma, bizony azóta eltelt egy idő, megemlékezünk egy ilyen szomorú eseményre. És most, amikor sürgésforgás közepette húsvét előtt, eljöttünk az Isten házába, kérjük a Jóistentől azt, hogy áldjon meg minket, szépen sikerüljön a húsvétunk. Utolsó két húsvét zárdájtól mögött volt népek nélkül, szomorú volt, de van remény, hogy idén a Jóisten minket megajándékoz egy szép húsvéttal. Mert nagypéntek nélkül nincsen húsvét vasárnap, szomorúság nélkül nincsen öröm. Kedves testvéreim, most a Szent Mise elején ismerjük be bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a Szent Misén. Jézus Krisztus téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, nyugalmadsz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz szívd a bűnösöket, Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmadsz! Irgalmadszom nekünk, a mindenható Isten, bocsássam meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, üdvözítünk, példát adott nékünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet töltött és vállalta a kereszt alatt. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk föltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökköd örökké. Amen. Anyám, mélyítő, te vagy támaszom,
anyám ölétől fogva védelmező. Hajtom a hétvetéges igazságodat. Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz, engem Istenem, csodáidat mindmáj hirdetem. Ajkam hirdeti igazságodat. Imádunk és áldunk Krisztus, örök dicsőség király. Imádunk és üdvözlégy királyunk, engedelmes voltál atyának, megfeszíteni vintek, mint leölésre a szelíd vállát. Imádunk és áldunk, örök dicsőség királyunk. Az Úr legyen veletek. És veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsora Jézus mélyen megrendült lelkében is úgyhogy kijelentette. Bizony-bizony mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem. Erre a tanítványok tanástalanul egymásra néztek, mert nem tudta, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki, kérdezd meg, kiről beszél? Ő Jézushoz fordult és megkérdezte, Uram, ki az? Jézus így felelt. Az, akinek a bemártott falatot adott. Ezzel bemártotta a falatot a talvár és Kariópi Judásnak, Simon fiának mutatta. A falat után mindjárt beleszállt a sarka. Jézus ennyit mondott neki. Amit tenni akarsz, tedd meg mielőtt. Az asztalnál ülő közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy mivel Judás volt a pénz, Judásnál volt a pénz, Jézus megbízta. Vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepre. Mások pedig azt gondolták, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Judás átvette a falatot, azonnal kiment éjszaka volt. Judás távozása után Jézus ezeket mondta. Most dicsőült meg az emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőül benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom, ahova én megyek, oda ti nem mehettek. Erre Simon Péter megkérdezte, Uram, hova még? Jézus így válaszolt. Ahova én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Péter azonban erősködött. Uram, miért ne követnélek most? Az életemet is odaadom érte. Jézus ezt felelte neki. Életedet adott értem. Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ezek az evangélium igényi. Kedves testvéreimünk, engedjétek meg, hogy pár szót szólnék, mert lehet addig egy kicsit ülni. A mai esemény, amire megemlékezünk, a másik lakháború után, egy érdekes dolgot szeretnék elmesélni. Körülbelül 2-3 évvel korábban megjelent egy könyv Pilisi Szent Lélekről. Tudjuk a Pilisi népség, arról is híres, hogy a Pálos szerzetesen került oda, ott keletkezett, illetve csata is a pálosokkal volt egybekötve. És később ezek a pilisi népségben lévő falvak, mint például a Piliszent Lélek, a török hódoltság alatt, illetve a Rákóczi-féle szabadságharc után 1710-ben egy testis járvány is dühöngött ott, elvégtelenedett. Mivel hogy a Pálos szerzetesnek nálunk itt északon, Mária családon vagy Felső Lefánton Nyitra mellett birtokáik voltak, és főleg szlovák nyomvágyaik voltak, akkor úgy gondolták, hogy újra telepítik ezt a pilisi vidéket, és Nyitra mellé lejöttek oda Pilis Szentlélekre is, amint szlovákon húgy vagy húgyé, így is mondják, még úgy is hívják ezt a községet, letelepedtek, és egy ilyen üveg utat hoztak létre, azért van, hogy majd egy ilyen
közben második József császár Ragalmos király megszüntette a halálokat, és egyúttal megszüntött az a üvegkuta is. A népek elég szegények voltak, favágással, rőzseszedéssel, illetve mészégetéssel is foglalkoztak. Közben vallás alaphoz tartoztak ezek a földek, ezek a községek, úgy mint Csata is, és egy idővel ők eljöttek közénk, és itt a környéken mezeni szoktak várulni, úgyhogy a itteni gazdák a környéken fogadtak őket, és ilyen cserekereskedő volt itt, megkaptak a gabonát, onnan jött a méz, egyiknek szüksége volt a másiknak. Előtte a háború, és utána az történt, hogy mivel a kitelepítések voltak, volt lehetőségünk is Pilisszentlélekről, talán 200-300-an eljöttek a Fabonak egyhármányán, és letelepedtek Szőnyénbe, nem messze tőlünk. A szőnyényeket kitelepítették, de nem oda, hanem máshova, Magyarországra, lehet, hogy a Baranya megyében, a kitelepítés Vávok helyében, és egy idő után ugyanazok, akiknek elődeik eljártak Szőnyényben, korábban kereskedni, most szőnyények lettek, és ezt lett a dolgot a háború után 1990-ben úgy oldottak meg, a Szőnyénnek a testvér települése Pilisszentlélek, mert hát családok összetartoznak, és ez a történelmi traumából később barátságra. Kedves testvéreim, a háború rosszoló, nem róla beszélni, tele van vele minden sajtó, internet, minden. De egy biztos, hogy néha ezekből a traumából, ezekből a problémából néha barátság szövődik, adja Isten, hogy így legyen a jövőben is, és ne felejtjük el, mink egymásra vagyunk utalva. Mindenkinek más adottsága van, de ha van egy egybefogás a jó úgy érdekében, akkor van jövő. A mai szentmise is ezért a jövőért van. Felajánlva legyen jó, szép jövő, és barátság legyen. Ha megvan a barátság, a jövő, a Jóisten adja legyen a egészséget, akkor minden megvan. Imádkozzunk ezért, és legyen ez a szentmise, ezért is felajánlva. Kedves testvéreim, most folytatjuk az egyetemes könyörgéssel. Kérjük testvéreim, a végtelenül irgalmas Isten önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nékünk az örök boldogságot. Téged hallgass meg minket. Az egész világon elterjedt és az itt egyben gyűlt egyházért könyörögünk az Úrhoz. Kérjük téged, hallgass meg. Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért, és a szent szolgálatban segítő társaikért, könyörögjünk az Úrhoz. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért, könyörögjünk az Úrhoz. Saját magunk is távol lévő testvéreink üdvösségéért, könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzá, hiszen kegyelmettel mindig elég sietsz, hogy jóságosan teljesíts kérésünket, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úrunk Istenünk, egyszülött fiát szenvedése, rendeszteljen ki téged irántunk, és a mi cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből, adja meg nékünk a te irgalmat Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És is a te lelkeddel. Emeljünk föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atya, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Bár ő maga semmit sem vétett, az ítélet tartatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedés vállalt. Az ő halála bűneinket elvette, föltámadása megigazolást adott nékünk. Az ő dicsőségét várja ég és föld, várják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik és vég nélkül mondja. Szent az, szent az, szent vagy, mindenség, Urat, Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön Jézus nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérjük, szenteld meg ezt az adományt, hálás meg a szent lelkedet, hogy számunkra működünk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként adatta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványének adta és így szó. Vegyétek és vegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, majd kegyesen békén napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges előttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolainknak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkenked nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökköd örökké. Amen. Az Úr béké legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelében. Thank you.
Mindenkit nagyon nagy szeret, tisztelettel üdvözlök ezen a szomorú megemlékezésen. Üdvözlöm Molnár Józsefet, Csabacsőd polgármesterét és a csabacsődieket. Üdvözlöm Tokot község polgármesterét, Bánédi Lászlót és küldöttségét, jegyző urat. Üdvözlöm itt megjelenlévő csataiakat. Üdvözlöm a területi választmány, Csemadoknak a területi választmányok titkárát, Duba Ernő urat és feleségét. Üdvözlöm a MKP elnöknőjét és a Csemadok elnöknőjét is. Szeretettel üdvözlöm a Csatai Alapiskola diákjait és mindenkit, aki összegyűlt ezen a szomorú emléklapon. Most pedig megkérném Antal Piroskát, mondja el a beszámolóját. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket és kedves vendégeinket. 2007. október 20-án megemlékező tiszteletadással állítottuk Mementónak ezt az emlékművet, az 1946-48-as deportálás és kitelepítés borzalmaira. Immáron 15. éve, hogy itt az emlékműnél emlékezhetünk szüleinkre, nagyszüleikre, akik büszkén vállalták magyarságukat, nem reszlovakizáltak, amiért meg is szenvedtek. Sokan nem tudták túlélni, hogy mindenüket el kellett hagyni, amit éveken át gyűjtöttek, gyarapítottak, hogy családjukat fenntarthassák. Ez a kő emléktábla, de amit szimbolizál, emberi sorsokat tükröz felénk, amit átéltek a deportált és a kitelepített csatai magyar lakosok. Méltósággal és tisztelettel kell emlékeznünk mindazokra, akiket 76 évvel ezelőtt a Benes dekrétumok alapján magyarságuk miatt fosztottak meg alapvető jogaiktól, vagyontárgyaiktól és a szülőföldön maradás lehetőségétől. 76 éve vagyunk háborús bűnösök. De miért? Mert magyarnak születtünk. Ezt a jogrendeletet a mai napig nem törölték. Bocsánatot sem kértek, sajnos elfogynak azok az emberek, akik kárpótlást is érdemelnének a meghurcoltatásokért. Tartsuk fenn magyarságunkat, legyünk büszkék történelmünkre, gazdag irodalmunkra, kultúránkra, tudósainkra, akik tudásokat viszik a nagyvilágban. Mert amely nemzetnek van múltja, történelme, annak van jövője is. A fiatalság feladata a magyarság folytatása és nem megtagadása, mert magyarnak lenni bármikor, bármikor, bárhol a nagyvilágban büszkeség. Kérjük a Jóisten segítségét, hogy olyan esemény soha többé ne történjen a magyarsággal. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amelyet a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Isten áldja meg és tartsa meg a magyarokat. Köszönöm. Köszönöm szépen Antal Piroska néni, a Csemadok helyi szervezetének, a elnöknőjének beszámolóját. Most pedig felkérném Molnár József Csabacsőd polgármesterét, mondja el ünnepi megemlékező beszámolót. Tisztelt emlékező közönség! Csabacsügy nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete nevében megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a kitelepítettek emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésre. Ezekben a napokban a Felvidék és Magyarország számos településén emlékeznek meg a II. Világháborút követő, a magyarság számára legtragikusabb eseményről. A több mint 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátum 1920-ban Magyarországot szomszédossá tette a korábbi Nagy Magyarországon élőkkel. Egyik napról a másikra akaratukon kívül lettek idegen országok állampolgárai, nemzettársaik. A II. Világháború borzalmait követően a nemzetállam megvalósítását szerző Benes dekrétum sorra lépett életbe.
elnöki rendeletek a kollektív bűnösség elvét követték, és a német és magyar lakosságot célozták. A célzott támadások többek között a vagyon elvétele, a munkából történő elbocsátás, egészségügyi és szociális segélyek megvonása, az anyanyelv használatának betiltása körében valósult meg. 1945. decemberében Prágában összeült a magyar és a cseh küldöttség, hogy megegyezzenek a felvidéki magyarság sorsát illetően. A csehek ragaszkodtak a lakosságcsere megvalósításához, a magyar külügyminiszter, Gyöngyösi János javaslatáról azonban hallani sem akartak, mely szerint a határokat kell módosítani, és nincs szükség arra, hogy az emberek százezreit embertelen módon mozdítsák ki otthonaikból. A határ kiigazítására tett javaslat nem került megvalósításra, holott ez lett volna a leghumánosabb megoldás. Ehelyett 1947. április 12-én megindultak az első vonatszerelvények Magyarország felé, hogy kitelepítsék a felvidéki lakosságot szülőhelyéről. A magyarországi szlovákok körében intenzív kampány indult el, azt ígérték a magyarországi szlovákoknak, hogy földet, házat, hazát kapnak, ha áttelepülnek Szlovákiába. A mai nap az emlékezésé. Emlékezni kötelességünk. Kötelességünk megidézni azokat a borzalmakat, melyek napra pontosan 75 éve kezdődtek el. A megtörtént szívszorító események arra kell, hogy figyelmeztessenek mindannyiunkat, hogy ilyen soha többé ne forduljon és ne fordulhasson elő. A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én fogadta el, hogy április 12-e a felvidékről kitelepítettek emléknapja legyen. Ehhez a határozathoz csatlakozott Csata és Csavacsű település önkormányzata is. Tisztelettel és nagybecsüléssel adózunk azon családoknak, akik közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, szeretett szülőföldjüktől elűzve, kemény akarattal, szilárd hittel és szorgalmas munkával otthon teremtettek maguknak Csabacsűdön és Magyarország más területein is. Ugyanilyen tisztelet övezi mindazokat, akik az adott időszakban a csehországi munkatáborokban a szenvedéssel teli, megalázott élethelyzetben is megőrizték magyarságukat. A szülőföld az a hely az ember életében, ahová ezer szállal kötődik. Ezért nagyon nagy igazságot mond ki Tamási Áron, amikor azt írja: az ember szíve odavaló, ahol született. Egyébként ez az idézet szerepel Csavasüdi emléktáblánkon is, melyet 9 éve avattunk, és engedjék meg, hogy emlékeztessem a tisztelt jelenlévőket arra, hogy ma 9 éve Csataközség és Csavasüd nagyközség testvértelepülési kapcsolatot létesített egymással. Településeinket összeköti ez a sajnálatos történelmi esemény is. Szívből kívánom, hogy ez a testvértelepülési kapcsolat, ez az együttműködés még sok-sok évet, évtizedet éljen meg. Ehhez kívánok mindenkinek békét, barátságot és további kiváló együttműködést. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet. Most pedig felkérném Palkó Virágot, a Csatlai Baross Gábor alapiskola diákját, mondja el versét. Dr. Mészáros Sándor üldözöttek.
üldözött a nép, szenved, bűntelen. Jogtól megfosztott, szegény nincs telen. Nincs, ki megvédje jogát, védtelen. Örködj felette, édes Istenem. A sors csapást mért rátok, emberek. Bocsássatok, de ne felejtsetek. Szenvedéseteknek egyszer vége lesz. Bűnhődik az, aki vétkezett. Az Isten malmai örlik a szemet. Ha hosszan tart is, de ő nem felejt. Védelmet kap majd minden üldöző. Számon tartja ő, Isten nem felejt. Aki gonosz volt, bánja bűneit, nem felejtheti szörnyű vétkeit. A gonosznak büntetésből kijár, átok a szó, sértettek ajkán. Kit jogfoszton kért üldözött tova, mostohaföld lett az új otthona. Szülőföldjéről elüldöztetett, nincs bocsánat annak, ki vétkezett. Sose nyugod az, ki más nem szeret, veri őt a sors, Isten nem felejt. Aki üldözött, barátra talál, az üldözője büntetésre vár. Ez a mostani pandémiai időszaknak is célja, hogy elválasszon bennünket. Célja, hogy szétválassza az emberiséget, a nemzeteket, egyúttal a magyarságot is. Ezt mi nem adjuk egy könnyen. És az elmúlt két évben is iparkodtunk mély kapcsolatainkat ápolni és megtartani. Szoros kötelékeinket senki és semmi nem vághatja szét, csak a Teremtő. Ebben gondolatokban elmélyülvén folytatnám mondani valómat a kitelepítések kapcsán. A háborúból a győztesek oldalán kikerülő csehszlovákiai vezetői, kiindulva a sok nemzetiségű ország felbomlásából 1938-39-ben egy etnikailag homogén állam megteremtést tűzték ki célul. Ez meghatározta a politikájukat 1945 után, gondoljunk csak a Kassai kormányprogramra, vagy a Benes dekrétumokra. A célokban egyetértettek a csehszlovák kommunisták és a polgári politikusok is. A győztes nagyhatalmak egységesen támogatták a németek kitelepítését, a magyarok esetében már megosztottak voltak. A szovjetek támogatták a csehszlovák elképzelést, a nyugati hatalmak legfeljebb lakosságcserét tudtak támogatni. Ez vezetett az úgynevezett csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény megkötéséhez 1946. februárjában. Az egyezmény aláírását nyilvánvalóan rákényszerítették Magyarországra, de a végrehajtást a magyar kormány igyekezett elodázni. Válaszul a csehszlovák kormány 1946 őszén megkezdte a magyar családok csehországi deportálását. Ez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Csehszlovákián belül telepítik szét a magyarságot. A magyar kormánynak nem maradt más választása, mint megkezdeni a rákényszerített lakosságcsere egyezmény végrehajtását. 1946-ban mintegy 95 ezer magyarországi szlovák jelentkezett áttelepülésre. Ráadásul Csehszlovákia több ezer magyar háborús bűnösnek minősített, és egyoldalúan igyekezett őket áttelepíteni Magyarországra. Ezzel magyarázható a számbéri eltérés. Az áttelepülésre jelentkezett szlovákok egy része mégis Magyarországon maradt, ahogy a világháborús összeomlást követően fokozatosan javult a gazdasági helyzet, egyre kevésbé tűnt számukra vonzónak elhagyni a szülőföldjüket. A lakosságcsere keretében összességében végül 89-90 ezer magyar telepítettek át Magyarországra. Mély fájdalommal próbálom átérezni azt a fájdalmat, amit azokon a napokon érezhettek, felnőtt és gyermek egyaránt, amikor is csak azért, mert magyarok háborús bűnösnek nevezték meg őket, és a mai napig háborús bűnösöknek titulálnak bennünket. Egyik napról a másikra el kellett hagyniuk saját otthonukat, mindenüket hátrahagyván, el kellett hagyni házaikat,
és hozzátartozóikat, és egy teljesen idegen helyen telepedni le cselédként. Mit érezhet egy 7 éves gyermek, amikor katonák kergetik őt, és amikor elkapják őt, úgy dobják föl a teherautóra, mint egy krumplizsák. Aztán tehervagonokba tuszkolva, mint az állatokat, kemény hidegben szállítják őket messze földre, szolgálónak. Azt a megaláztatást, amit ezekben az években átéltek, azt soha, de soha ne éljük át. Mert ezt szavakkal el se lehet mondani. Milyen honvágya lehet egy gyermek, embernek, aki egyenlőre nem mehet haza nagyszüleihez, saját szülőföldjére. Ezek az érzések több versben és elmélkedésben is megíródtak. Ha megengednék, én is egy ilyen verset mondanám. Duba Lajos, emlékezés. Felsütött a tavaszi nap az égen, nincs benne oly örömünk, mint régen, mert sokat gondolunk mi azokra, arra a szenvedő téli vándorokra. A vándormadarak, ha ősszel elmentek, a kellemes tavasszal újra visszajöttek, de a télnek vándorai ott töltik a tavaszt, könnyező szemmel küldik a panaszt. Kedves testvéreim, ki e pár sort olvassa, emlékezzen meg róluk csak úgy gondolatba, mert másképp úgysem segíthetünk, pedig fáj, hogy nem lehetünk velük. Ott is felsőt a tavaszinak melegével, de a vándorborúsnak látja könnyező szemmel. Egy pillanatra elfogja a hazai vágya, de magához tér, mert sok a munkája. Megtörve gondokkal van tele mindenki, ne gondoljuk, hogy az talán semmi. Mikor szülőföldjét valaki otthagyja, nem nyugszik az bele, úgy másról holnapra. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. További szép napot kívánok is. Próbáljunk előbbre haladni ebben a korszakban is. Eléggé nagyon szomorúságban állnak, de remélem, hogy a szebb jövő vár ránk, és ugyanúgy, mint magyarok, egységben maradjunk, és tovább kitartsunk testvéri településeinkkel egységesen, és a magyarok ne vesznek el soha. Köszönöm szépen! Thank you.